Lejjebb vettem a fűtést, de konkrétan szakad rólam a víz. Nem volt a legjobb ötlet kiengedve hagyni a hajamat. Na mindegy. Sziasztok! A mai videóban olyan termékekről lesz szó, amiket a YouTube miatt vettem meg, vagyis különböző beauty bloggereknél láttam róluk videót, és nekik nagyon bevált, ők nagyon szerették, és emiatt úgy döntöttem, hogy én is beszerzem őket. Szerintem, akiket hozzám hasonlóan beszippantottak a YouTube-os beauty videók, azok át fogják érezni ezt a mostani témát. Csináltam egyébként már korábban egy ilyen videót, és úgy vettem észre, hogy ez nagyon tetszett nektek, úgyhogy most ismét összeszedtem néhány dolgot, amiket a YouTube miatt vettem meg, úgyhogy nézzük is őket. Itt van először is egy Niels Ink körömlak, ez egy limitált kiadás volt, ami már szerintem nem is kapható. Ezt Victoria Beckham tervezte, és ez a Bamboo White árnyalat, ami egy ilyen piszkos fehér, vagy tört fehér, vagy hát kissé ilyen körülírhatatlan szín, de szerintem gyönyörű. Valószínűleg sokan azt mondanák rá, hogy egy eléggé unalmas árnyalat, de én amikor láttam, ha jól emlékszem, Essie Buttonnál, meg talán Ingrid Nielsennél is, azonnal beleszerettem, és addig-addig kutattam, hogy hogyan tudnám én is beszerezni, amíg végül sikerült. És egyébként nagyon fancy az egész, ez egy eléggé nehéz körömlakkos üveg, és akkor így le lehet szedni a kupakját, hogy ugye egyszerűbben lehessen lakozni. Egy ilyen dobozban érkezett, szóval ilyen teljesen indokolatlan csomagolása van, de hát Victoria Beckham tervezte, szóval azt hiszem, hogy ez így azért érthető. És egyébként maga a körömlak gyönyörű, ha jól emlékszem, akkor az előző videómban is ez a lak volt rajta, most éppen mesztelenek a körmeim, bocsi. Hogyha nem tudom, hogy milyen lakot kenjek fel, és egy szép visszafogott, nőies színt szeretnék a körmeimre, akkor mindig ezt használom. Igen, drága volt, de én valami akcióban mindenféle kedvezményekkel vettem meg, még így is drága volt, de nagyon-nagyon szeretem. Aztán itt vannak ezek a Garnier fátyol maszkok, amik nem olyan régóta kaphatóak nálunk, de én néhány hónappal ezelőtt Essie Button egyik videójában láttam ezeket, és ha jól emlékszem, decemberben vettem belőlük először valamelyik Rossmannban, és egyszerűen imádom őket, egyébként háromféle verzióban kaphatók, van még egy zöld is. 15 percig kell fent hagyni őket, ezek ugye át vannak itatva ilyen mindenféle hidratáló anyagokkal, és olyan szinten puha, ragyogó, friss és hidratált lesz utána a bőröm, hogy tényleg konkrétan újjászületek, hogyha ezeket használom. Lesz majd egyébként, ha minden igaz, ezekről egy külön videóm, illetve nyereményjáték is, amivel nyerhetek majd ilyen Garnier fátyolmaszkokat. A következő krémre Tatinál bukkantam rá. Ez a Clinique Pepstart szemkörnyékápoló, amit, ha jól emlékszem, valamelyik Glamour vagy Joy napokon szereztem be néhány hónappal ezelőtt, és nagyon-nagyon szeretem, mert egy szuper nappali szemkörnyékápoló, nagyon könnyű, nagyon szépen frissít, illetve hidratálja itt a szemkörnyéket, gyorsan beszív, úgyhogy lehet rá sminkelni. Az egyetlen dolog, amit annyira nem szeretek benne, az itt a... Hát nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Föl kell húzni, és akkor itt egy ilyen kis pici lyukon jön ki a krém. Szerintem teljesen indokolatlan, tehát én nem ezzel viszem föl, vagy nem ezzel dolgozom be ide a szemem környékére, hanem csak így az ujjammal teszek, felpöttyintem, és eldolgozom. Szóval ez a részt itt annyira nem szeretem, de egyébként maga a krém nagyon jó. És ha már a Clinique-ről volt szó, akkor folytatom a Clinique sminkekkel. Itt van ez a Clinique Cheek Pop pirosító a 01-es Ginger Pop árnyalatban, amiről szerintem szintén Essie Buttonnál láttam videót, bár azt hiszem, hogy ezt többen is nagyon szeretik, ezt a pirosítót, és nálam is volt már róla szó. Annyira kis tökéletes textúrája és pigmentáltsága van ennek a pirosítónak, gyönyörű üde arcpírt lehet vele elérni, van egy enyhe ragyogása, de nem túlzottan feltűnő, olyan kis természetes, visszafogott, hihetetlenül jó ez a pirosító. Ahogyan ez a Clinique Pop Matte Rouge is, amiről már szintén elég sok helyen beszéltem, ezt szerintem szintén Tatinál láttam egy videóban. Ez egy hát matt, de nem teljesen matt finisű rúzs, inkább olyan szatén mattnak mondanám.
de hihetetlenül kényelmes viselet az ajkakon, nagyon jó hidratált érzést ad, egyáltalán nem szárít, nagyon szép színe van, ez egyébként a 01-es Blushing Pop árnyalat. Én ezt nagyon szeretem, nekem ez a tökéletes hétköznapi szín, most is ez van egyébként az ajkaimon, csak rákentem egy másik szájfényt, amiről majd mindjárt szó lesz. Úgyhogy ennek is nagyon örülök, hogy rátaláltam. A következő, amiről beszélni szeretnék, azok a Real Techniques ecsetek. Ez most itt nem az összes, ami nekem megvan, de igazából ez a négy az, amit gyakorlatilag minden egyes minkelésnél használok, és elnézést kérek, hogy koszosak, de tényleg folyamatos használatban vannak. Ezeket ugye a Pixie Boo testvérek alkották meg, akiknek ugye van YouTube csatornájuk, és aztán gyakorlatilag így futótűzként terjedt a YouTube-os beauty világban, és egyre több videósnál bukkantak fel, szinte mindenki imádja őket. Én is imádom őket, ezek szintetikus ecsetek, és az a tök jó bennük, hogy multifunkciósak, tehát nem csak egy dologra lehet őket használni. Itt van például a Real Techniques Setting Brush, amivel tökéletesen lehet rögzíteni a korrektor púderrel itt a szem alatt, de highlighterezésre is lehet használni. Aztán másik nagy kedvencem ez a Brush Blush, amit nem csak pirosításra lehet használni, hanem akár bronzosításra, vagy púderezésre is. A Multitask Brush, ami a neve szerint is egy ilyen több funkciós ecset, ezt is lehet akár púderezésre használni, pirosításra, bronzosításra, illetve ez az Expert Face Brush, amit én igazából csak és kizárólag alapozásra használok, de arra egyszerűen imádom, már nem is tudom mióta nem nyúltam másik ecsethez, mindig ezt használom alapozásra. Van itt egy The Balm termék is, ez pedig a Sexy Mama Anti Shine Translucent Powder, ami tulajdonképpen semmi extra, ez egy fixáló púder, nagyon cuki a csomagolása, van benne egy kis tükör, úgyhogy abszolút ilyen táskába dobhatós darab. Egy időben nagyon tele volt az internet a The Balm termékekkel, de aztán mostanában úgy valahogy eltűntek, nem tudom, hogy nincsen új termékük, vagy fogalmam sincs, de körülbelül szerintem olyan 2 éve voltak ezek a The Balm termékek, már slágerek. Ezt már nem tudom, hogy kinél láttam, megrendeltem végül, de különösebben nem vagyok odaérte, egy ilyen teljesen átlagos púder, semmi extrát nem tud igazából, vagy semmi olyat nem tud, amit mondjuk ne tudna egy olcsó mattító púder. A következő az egy highlighter lesz, amiről már szintén beszéltem több helyen is, ez a MAC Soft and Gentle Highlighter, ami egy ilyen gyönyörűséges, kissé meleg tónusú, pezsgőszínű highlighter, és egyszerűen imádom ezt, most is az van egyébként itt az arcomon. Ezt azt hiszem Jaclyn Hillnél láttam, és ő is imádja, én is imádom, tényleg annyira gyönyörű fénye van, hogy nem tudok betelni vele. Ha gondolkodtok egy jó highlighteren, és lehet akár picit drágább termék is, akkor ezt a MAC Soft and Gentle Mineral Skin Finish mindenféleképpen érdemes megnézni, mert egyszerűen tényleg hihetetlenül jó. Van itt egy ajakápoló is, amiről már volt szó a téli szerzeményes videómban, ez a Best Damn Beauty Lip Mask. Ez egy amerikai YouTube-osnak, Nicole Guerrero-nak a márkája, és ő alkotta meg ezt az ajakápolót, így természetesen nála elég sokat láttam videóban, és esküdött rá, hogy nagyon jó, úgyhogy novemberben a Black Friday alkalmával én is megrendeltem, és valami elképesztően jó ez az ajakápoló. Ha minden igaz, lesz erről, illetve néhány másik ajakápolóról bejegyzés a blogon, mire ez a videó felkerül, hogyha igen, akkor beteszem majd a linkjét a videó alá. Nagyon jól hidratál, a legszárazabb ajkakat is helyre teszi. Az egyetlen hibája az, hogy egyébként teljes áron eléggé drága, meg hát ugye Amerikából lehet rendelni, így a szállítási költség is elég húzós. Azt hiszem spórolnom kell vele, hogy sokáig elég legyen. Jöjjön néhány e.l.f. termék. Az elsőt Emily Noel videóiban láttam többször is felbukkanni. Ez az e.l.f. ajakradír, ami ilyen kis rúzsos kiszerelésű, ami szerintem hihetetlenül praktikus. Nagyon-nagyon hatékonyan radírozza az ajkakat, ez a legjobb ajakradír, amit eddig próbáltam. Korábban próbáltam már többféle ajakradírt is, de egyikkel sem voltam igazán megelégedve, mert nem éreztem azt, hogy valóban alaposan leradírozná az ajkaimat. Ez viszont nagyon jól teljesíti a dolgát, úgyhogy nagyon szeretem. Aztán szintén Emily Noelnél láttam, meg talán Kathleen Lice-nál is ezeket az e.l.f. ilyen matt ajak, nem tudom, stifteket, nem tudom, hogy mi ezeknek a pontos megnevezése, mert nincs rajta, de ez a Tea Rose árnyalat, ami egy hihetetlenül szép, májvás, visszafogott hétköznapi szín, nem full matt,
de én nagyon szeretem az ilyen picit szatén matt finisű ajaktermékeket, úgyhogy ezt is nagyon szeretem, és tényleg nagyon kedvező áruk van az elf termékeknek, szóval érdemes őket kipróbálni. És még egy elf termék, amit Kathleen Lines-nál láttam, ez az Elf Prism Eyeshadows paletta, amiben 6 szuper fényes, finisű szemfesték található. Alapvetően ez egy jó paletta, nagyon szép a színek pigmentáltsága, nagyon fényesek, azt hiszem lehet őket nedvesen is használni. Az egyetlen problémám velük az, hogy ezek az árnyalatok itt nagyon-nagyon hasonlóak. Én inkább beletettem volna valamelyik helyet még egy sötétebb színt, mert amit láthatjátok, ez itt a szélén azért annyira nagyon nem sötét. Szóval nekem picit a szín összeállítással van problémám, de egyébként nagyon-nagyon jó minőségű festékek, főleg azért az áért, amennyibe ez a paletta kerül. Van itt két NYX termék is, az egyik az a NYX HD Photogenic Corrector, ez a Fair árnyalat, amit én még akkor szereztem be, amikor nem volt nálunk NYX üzlet, ezt valamelyik weboldalról rendeltem. Az az igazság, hogy nekem ez a korrektor valahogy nem jött be, ugye ezt nagyon sokan dicsérték, hogy milyen jó a szem alatti karikákra, de nekem valahogy túl sok volt, bele is ült oda a finom ráncokba, úgyhogy nekem oda nem vált be, és mivel ez egy elég világos árnyalat, így bőrhibákon nem tudtam kipróbálni, lehet, hogy oda jobban működik, de nekem valahogy ez a NYX HD korrektor nem az igaz. Ezt a szájfényt viszont nagyon szerettem, ez a NYX Mega Shine Lip Gloss a bézs árnyalatban, aminek az égvilágon semmi köze nincsen a bézshez, mert amint láthatjátok, ez egy ilyen nagyon szép, kellemes kis rózsaszín árnyalat. Ezt tettem egyébként a Clinique Rouge fölé most az ajkaimra. Nagyon-nagyon szeretem mind a színét, mind pedig a formuláját ezeknek a Mega Shine szájfényeknek, mert nem ragacsosak, van szép színük, tehát nem csak fényt adnak az ajkaknak, engem ilyen rumos kók húzgolyóra emlékeztet az illatuk, szóval nagyon jó az illatuk is, és hát szerencsére most már ugye a NYX üzletben akár élőben is meg tudjátok ezeket nézni és kipróbálni, több árnyalatban is kapható, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Van itt egy korrektor, ami után nagyon sokáig csak sóvárogtam, mert mindenki dicsérte őket a YouTube-on, de nálunk nem lehetett kapni, de most már végre nálunk is lehet kapni, ez a Maybelline Fit Me korrektor, ami egyszerűen egy álom ide a szem alatti részre. Nagyon jól el lehet dolgozni, elfedi a sötét karikákat, nem ül bele a ráncokba, egyszerűen tényleg annyira jó ez a korrektor, hogy megértem, hogy miért volt odaérte mindenki. Van itt egy bronzosító, amiről már szintén volt szó, imádja Kathleen Lines, imádja Tati, meg szerintem még sokan mások is. Ez a Physicians Formula Butter Bronzer bronzosító, nekem a bronzer árnyalat van meg. Ha jól emlékszem, ez 2 árnyalatban kapható, és ez a sötétebb, de amit láthatjátok, egyáltalán nem sötét, ez sem. Gyönyörűen terül el a bőrön, annyira természetes hatást lehet vele elérni. Nem teljesen matt, van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon enyhe, egészséges fénye, és pont ettől annyira természetes. Az egyetlen fura dolog számomra, hogy ilyen kókuszos koktél illata van, ami jó, oké, elviselem, de igazából nem nagyon értem, hogy minek kellett ennyire túlillatosítani. Egyébként itt van neki egy tükör, meg egy ilyen számomra hihetetlenül indokolatlan kis ecsetszerűség, amit gyakorlatilag ki sem bontottam soha. Ez egy ilyen szilikonos, szivacsos izé. Igazából fogalmam sincs, hogy ezzel hogyan kéne bronzosítani, de mindegy is, szerintem nem kell vele foglalkozni. Sajnos kicsit nehéz hozzájutni, vagy iHerb-ről, vagy Amazonról lehet rendelni, de ha tudtok, akkor csapjatok le rá, mert egyszerűen tényleg hihetetlenül jó ez a bronzosító. És a végére két Zoeva palettát hagytam, amiről rengetegen áradoznak YouTube-on, többek között Kathleen Lines is imádja őket, én is imádom őket, volt szó róluk a 2016-os kedvencek között. Így néz ki a Cocoa Blend paletta. Úristen, imádom ezeket a színeket, amik benne vannak. Egyébként a mai sminkemet is ezzel a palettával készítettem el. A másik pedig a Mixed Metals, amiben azért már van egy-két izgalmasabb szín is. Nagyon jól pigmentáltak, nagyon jó a textúrájuk, egyáltalán nem porolnak, gyönyörűen lehet satírozni őket, tényleg egyszerűen hihetetlenül jók ezek a Zoeva paletták, és nem csak ezek, hanem gyakorlatilag bármelyik, amiről én találtam videót vagy blogbejegyzést, mindenhol dicsérik őket. Beteszem majd a videó alá a Zoeva honlapját, ahonnan meg tudjátok rendelni ezeket a palettákat, mivel az EU-ból érkeznek, így nincsen rájuk vám, szóval ez
talán egy picit megkönnyíti a rendelést, de tényleg csak ajánlani tudom őket. És ezzel el is folytak a termékek, amiket szerettem volna bemutatni nektek. Hogyha ti már próbáltatok valamit ezek közül, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben a véleményeteket róla, vagy hogyha van bármilyen más termék, amit ti valamilyen YouTube videó miatt vettetek meg, akkor azt is írjátok meg. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!